Ettől az anyagtól lesz fehér a rágógumi, egyes desszertek és csokoládék, és ugyanerről az anyagról állapították meg a legfrissebb uniós tanulmányok, hogy káros lehet az emberi szervezetre. A titándioxid nem oldódik, ellenáll a hőnek, a fénynek és a savnak. Finom részecskéi anélkül oszlanak szét a közegben, hogy kémiai összetételük változna. A vegyület alkalmazása az élelmiszeriparban rendkívül elterjedt napjainkban. Egy intenzív, fehér színű, nem bomlékony, nagyon stabil vegyület, és általában ízesített, savanyú tejtermékekben, jégkrémekben, fagylaltokban, édesipari termékekben, desszertekben használják. Rá például a rágógumi is ennek köszönheti az intenzív fehér színét, díszítésekben, töltelékekben, finom pékárukban, levesekben, szószokban, mártásokban, ételízesítőkben és étrendkiegészítőkben is jellemzően a nagy mennyiségben használják fel ezt az anyagot. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság rendszeresen és alaposan felülvizsgálja az adalékanyagokat. A titándioxiddal kapcsolatban több száz kutatást követően arra a következtetésre jutottak, hogy élelmiszer adalékanyagként történő felhasználása már nem tekinthető biztonságosnak. A titándioxid részecskék felszívódása csekély, ezért felhalmozódhatnak a szervezetben. A vegyület napi bevitelének biztonságos szintje így nem megállapítható. Bizonyos országok jelezték, hogy a termék helyettesítése, tehát ennek a kényezéknek a helyettesítése nem lesz egyszerű az édességekben és a különböző étrendkiegészítőkben. Éppen ezért várhatóan azért egy néhány hónapos átmeneti időtartamot fog a hatóság meghatározni. A titándioxidot E171-ként is feltüntetik az élelmiszeripari termékeken. Ezek mellett fokrémekben, naptejekben is megtalálható, utóbbiakban azonban CI77891 jelzéssel is szerepel az összetevők között. A vegyület élelmiszeradalékként történő használatáról, annak esetleges kivonásáról az Európai Bizottság dönt majd.